Sziasztok, én Zsíros László Róbert vagyok, ez itt a Szertár. A mai adásban két témával fogunk foglalkozni. Az egyik, hogy megkérdezem majd tőletek, hogy vajon kinek adjam a YouTube bevételeimet, a másik pedig az, amihez kapcsolódóan itt van ez a dolog mögöttem az asztalon, ez nem szponzoráció, de nagy szükségünk lesz rá, ugyanis egy hosszú, két hónapos kísérleti folyamnak az első mozzanatát fogjátok ma látni. Vannak kérdések, amelyek nagyon egyszerűnek tűnnek, mégis igen nehéz rájuk választ adni. Ilyen például az is, hogy milyen gyorsan nő a haj. Az egész ötlet Twitterről jött, vagy legalábbis most poroltam le magamban újra ezt a témát. Az történt, hogy valaki kiírta, hogy éppen randira készül, és vajon milyen hosszúságúra vágja a szakállát, borostáját. Én pedig nagyon vicces szerettem volna lenni, és oda kommenteltem, hogy vedd figyelembe, hogy a szőr növekedése az naponta átlagosan 0,5 milliméter. Ezt onnan tudtam, hogy előtte gyorsan rágoogliztam, hogy milyen gyorsan nő a haj, és ugyanarra a forrásra hivatkozik szinte mindenki, miszerint havonta olyan egy hüvelyk, amiből átszámoltam, hogy ez a napi kb. 0,5 milliméter jön ki. De ezt honnan a frázból lehet tudni? Egyáltalán hogyan lehet megmérni a haj növekedését? Nagyon nehéz kiválasztani egy hajszálat, és azt mondani, hogy oké, ezt most megjelölöm, és mondjuk egy hónap múlva újra lemérem, és megnézem, hogy mennyit nőtt. Úgyhogy elkezdtem azon gondolkodni, nem csak most, hanem még jóval korábban is, hogy mi lehet egy jó módszer arra, hogy megmérje az ember a haj növekedését. Nagyon sok ötletem volt, de ami otthon házi körülmények között is egész biztos, hogy realizálható, az két dolog lett. Az egyik, amit talán a legkézenfekvőbb, hogy az ember levágja kopaszra a fejét, aztán egy kis idő elteltével megméri, hogy milyen hosszú hajszálai lettek. A másik pedig, hogy találomra kiválasztok néhány hajszálat, kitépkedem őket, nézek belőlük egy átlagot, aztán valamennyi idő után újra megcsinálom ugyanezt, és feltételezve, hogy a hajszálaim azért átlagosan ugyanolyan hosszúságúak és ugyanolyan gyorsan növekednek, akkor meg lehet találni azt, hogy mégis milyen gyorsan nőhet a haj átlagosan. Úgy döntöttem, hogy a következő két hónapban ezt a két módszert fogom tesztelni, összehasonlítom őket, megnézem, hogy mennyire kivitelezhetők, és szépen dokumentálom az egészet, hogy mégis mennyire nehéz egy ennyire triviális kérdésre is egy kísérletet beállítani. Azt hiszem, az a leglogikusabb, hogyha kezdem az első módszerrel, leborotválom most kopaszra a fejemet, egy hónap múlva pontosan lemérem, hogy milyen hosszúak lettek a hajszálak, akkor pedig kiválasztok néhányat, megcsinálom ezt a statisztikai módszert, és még egy hónap múlva megnézem, hogy mennyit nőttek. Hát addigra körülbelül olyan 3 centi lesz, hogyha lehet hinni a mindenféle internetes forrásoknak. Megnéztem szakirodalmi dolgokat is, több módszer is van. Nem lövöm még le a poént, majd két hónap múlva jelentkezem a publikációval. Egyébként nem akartam megcsinálni ezt a videót, de gondoltam, mivel úgyis mindenki meg fogja kérdezni, hogy miért lettem kopasz, jobb, ha az elejétől tudjátok. Ez itt nem egy szponzorált videó, de lehetne. Na mindegy, szóval amúgy is kellett vennem egy új szakállvágót, megnézzük, hogy remekel a fejemen. Szóval itt a hajvágó, itt vannak hozzá a különböző fejek, meg azért választottam pont ezt a márkát, mert hogy egy Gillette borotvát is adnak hozzá, és így ezt nem kellett külön megvennem, mert hogy azzal szeretném majd befejezni az egészet. Ja, és van hozzá egy ilyen szütyőke is, ami egy tök jó dolog, ugyanis az eddigi szakállvágóimnál ilyen sose volt, úgyhogy mindig rendre el is tűntek a távolságtartó fésük. Milyen egy távolságtartó fésű? Jaj, ez már túl sok lesz, ne gyere közelebb! Hát akkor vágjunk bele! Jó, az egész nyírási folyamattól megkímélek titeket, itt jön egy vágás, aztán kopaszon térek vissza. Egy hónap múlva pontosan jön az első mérés, most tegyük is félre ezt a hajvágós témát, és térjünk át a pénzügyi kérdésekre. Még az évelején úgy döntöttem, hogy az idén azokat a százalékokat, amiket a YouTube-tól kapok a reklámkattintások után, azt valamilyen jótékonysági célra fogom mindig felajánlani. Hát ez nem valami egetverő összeg, úgy képzeljétek el, hogy 20 ezer forint, amikor összegyűlik, körülbelül akkor történik egy kifizetés. Ez olyan negyed évente, fél évente következik be mostanában, tehát kiszámolhatjátok, hogy egy hónapra rohadt sokat keresek a YouTube-bal. Viszont mivel ezt egyébként is külön kell könyvelni ezt a tételt, mert hogy egy más típusú bevétel, mint az összes többi, ezt a könyvelőm jobban tudja. Szóval úgy döntöttem, hogy ezt így tök jól nyomon lehet követni, és tudom tovább utalni. Oké, rendben, tisztában vagyok vele, hogy a pénz az nagyon likvid, tehát tök fölösleges ilyen kategóriákat kijelölni, de ennek ellenére szerintem egy tök jó gesztus. Az első ilyen kifizetésnél beléptem a Madártani Egyesületbe, aminek a tagsági díja, ha jól emlékszem, 10 000 forint volt, a maradékot pedig szétosztottam mindenféle kisebb szervezeteknek.
Úgy gondoltam, hogy a következő kifizetés, ami rövidesen esedékes lesz, annál is így fogok majd tenni, szép csendesen szétosztogatom ezeket, viszont menet közben, amikor elkezdtem az IGTV-re videókat csinálni, akkor véletlenül belefutottam egy UNICEF-es kampányba, ezt kiposztoltam, mindenkit arra buzdítottam, hogy hozzám hasonlóan még adakozzanak, majd nagy meglepetésemre kaptam két helyről is képernyőképet, hogy tessék, itt van, mi utaltunk nekik. Úgyhogy nem tudom, hogy hányan voltak még pluszban ilyenek, de ez a két ember már is becsatlakozott ide, és szerintem ez egy tök jó dolog. Úgyhogy úgy döntöttem, hogy most ezt közzé fogom tenni, és rátok fogom bízni, hogy döntsétek el, hogy a következő kifizetést, ami szerintem úgy egy-két héten belül esedékes lesz, kinek utaljam. És még mielőtt elpoénkodnátok, hogy nekem, vagyis hogy nektek, gondolkodjatok inkább valamilyen alapítványban vagy szervezetben, akiknek szerintetek nagy szüksége lenne rá. Mert hogy nem csak arról lenne szó, hogy én átutalom nekik ezt a 20 000 forint körüli összeget, hanem arról is, hogy be fogom mutatni nektek azt az alapítványt, hogy minél többen megismerhessétek. Írjátok meg kommentben, hogy ti melyik alapítványnak utalnátok a helyemben, írjatok hozzá egy-két mondatot, hogy valamennyire bemutassátok őket, és majd eldöntöm, hogy ki lesz az, akihez eljut majd ez a körülbelül 20 000 forint körüli összeg. Itt nem csak arról van szó, hogy oké, én odadobok idézőjelben 20 000 forintot, hanem szeretném be is mutatni egy kicsit azt az adott alapítványt, remélhetőleg minél több embernek felkelteni így az érdeklődését, és lehet, hogy akkor több pénzt is össze tudunk nekik gyűjteni. Azt, hogy pontosan mi alapján fogom eldönteni, hogy még lesz az a szervezet, hát elsődlegesen vagy gyermekegészségügyi, vagy oktatási, vagy környezetvédelmi témákban szoktam általában gondolkodni, de meggyőzhető vagyok, próbáljatok is meggyőzni. Azt hiszem, mára ennyi elég volt, sziasztok!